I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Norb vagyok, és most itt vagyunk a Need for Speedben, és folytatjuk a karrier módunkat, és ugye az előző rész végén ott jártunk, hogy felcsapattam a járgányt, ugye? Amint láthatjátok, ilyen jelenleg. Ebből ugye nincs egy-két dolog feloldva rajta. Például a tükrök, a lámpák, kipufogó és a többi ilyen apróságok. De idővel majd az is fel lesz. Na nézzünk egy versenyt. Feltjük is egy jó kis sprinttel. Mennyire vagyunk azt a rohadt. És simán ott vagyunk már az élen. Mi a szár volt ez, olyan Volvo? Régi autónak tűnt. Sehol senki. Na szembe jön egy NPC, de pont elkanyarodott. Szerintem van, nem játékos volt. Tényleg azt nem is tudom, hogy verseny közben jöhetnek olyan játékosok. Amit versenyezni, azt tudom, hogy jöhetnek, csak hogy így például az utcán. Azt nem tudom, hogy így jöhetnek-e. Még elég kellemetlen lenne, valaki szemből belém szállna. Mint így. Meg is volt rá a példa. Oda hosszúnak tűnik ez a verseny így. És mindig nem értek utal a többiek. Az a poén ebbe.
Na ez király, nyertünk is. Hét ezer rugós ebbe. Na keressünk egy másik versenyt. Time trial, jó is. Három perc 50 az idő, ami alatt ugye be kell érni. Hát szerintem az meg lesz. Főleg, hogy ilyen pöpec már a Verda. Kilométer van még hátra. Kábé most állunk a felénél, mert a 14. checkpoint jön most. A 28-ból ugye. Bőven. És így nyertük meg a versenyt. Nem, azt kell, hogy két percig közlenek a rendőrök. Hm.
Tehát hol a fosba van? Aha, itt. A gyártvezető lesz most. Megnézzük. Sokodtak azok annyira ott. Ez egy gyanús volt. Csapassuk Éminek a versenyeit, mert ugye én nála odaadik fel az ilyen kipufogó, meg egy ilyen egyéb alkatrészek a kocsival. Szóval ilyen szempontból fontosabb ez a verseny. Ez a 241 km per óra. Annyi átlag sebesség kellene. Valahogy sejtettem, hogy hívni fog. De simán megy. Lehet benne van a pakliba, hogy veszek nem sokára majd egy másik autót. De majd még azt meglátjuk. Meg hogy mit, az is jó kérdés.
Aha, Spike-nak van új versenye. Ó, ez már hard, ez 12 000-et ad. Na akkor csapassuk csak ezt is. Felváltva fogunk menni az én is, meg a Spike-os versenyek között. Egyelőre ugye, amíg nem lesz meg az új autó. Csak eddig közöm sincs, hogy milyen autó legyen. Lehet, hogy ide már kevés lesz az a kocsi. De reméljük nem. Hát ha így beinázik, akkor tuti elég. Gyerünk, Spike. Time trial ez is. És itt van ez a majom. Hát ez a... picit fura azért. Time trialban nem szokott élni, hogy jön velem valaki. Na se baj. Lehet szűkös lesz az idő. Mondjuk még van rá egy percünk. Egy kilométer és 40 másodperc. Ennyi idő alatt kéne beérni még. Ez szerintem megvan. Ha annyira simán nincs, de megvan. Van ezünk van, akkor irány csak a garázs. Megyünk szépen akkor a garázsba. És felnyomatjuk a jelenlegi Verdát, meg ha úgy van, akkor lehet nézek is valami másik kocsit. Szúszásnak kell lenni. Ez 39. 27. 33. Na, kipufogó van, király. De valami olyan kéne, ami ilyen nagy. Valami ilyesmi. Ezért is. És a lámpa is feladódott, király. Na jó, kívülről ennyi.
Akkor nézzük motorikusan. Egyelőre semmi. Na, végre kipufogó. Aha, akkor a gumi. És ennyi volt. Akkor nézzünk egy másik járgányt. Amíg egynek az RX-7-es lehet. Volánszerivó is jó lenne egynek. Legyen a VTR. Akár nincs lóvé. Legyen az jó. Na és akkor kívülről felpimpeljük. Hát sokat is picit kintebb. Hát annyira nem döntjük meg, hogy közép körül. Fogad, ez elég csúnya így. Nézzünk rá egy küszöbet is. Hát ez van, ami normális, a másik az egyen nem volt jó. Hát ez marad az alap. Na, egy szárnyat. Hát ez szinte úgy az, mint az a gyári. Lámpát nem lehet. Na, valami felni akkor. Ez nem is rossz. Hát hátul is nyilván ugyanilyen. Ja, és a kipufogó még az maradt. Hát valami normális kerre. Ez tökéletes.
akkor jött belsőleg. Bár ugye amit rá tudunk rakni. És ezzel ennyi is. Na, mi nézzünk valami festést. Fú, de király, ez a izével van a Most Wantedből. A néger csávónak ott is lanszeri jója volt. És ilyen festés volt rajta. Csak a küszöbnél eléggé csúnyán néz ki. Nem illeszkedik rá szépen. Hú, hát ez nagyon ronda. Na, ez csak egy piros szín, hát ez... Biztos, hogy nem valami matricás. Valamit akarok rá. Hát nem is rossz egynek. Ugye ez a Halálos Iramon 2-ből volt. Legyen ez. Miért nem tudom rárakni? Ja, hogy már ez van rajta, ja. Akkor oké. Okay. Hát nyilván visszaveszik a másik kocsit egyenlőre. De mert ez még nem benne zsakra. És akkor megyünk lóvét gyűjteni. Time trial ez is. Na, ez is a legjobb helyen jött. Hát ezt jól megszívtuk mind a ketten.
Hamar kanyarodtam. Majd látom én is. Nagyon szerencsés, hogy itt a helyezés az nem nagyon számít. Itt én csak be kell érnem az adott időn belül. Ezt nem hiszem el. Jó, beszapadtak. Jézusom, mi van itt? Na jó, megvan az a lényeg. Time trials. Menjünk egy driftet, szerintem ez drift lesz. Végezzek a top 3-ban Manuval együtt. Ha itt annak van a legnagyobb szavazó, hogy aki elől megy. Ha menjünk csak előre. A hondás, hogy ide jött. Király, ott vagyunk az élen. Lehetne tele a kocsi, hogy többet is csinálj, csak az a baj még nem túl gyors ahhoz. Már mondjuk az első kerekes Honda agy az, hogy a rákba tud driftelni. Azaz, fejlődtünk is szintet. Úgy, hogy tolj el.
Ó, de szép lett volna ez. Csak hát neki csaptak a kocsit a falnak. Jön a Spike-os time trial. Szétbasztam már az elejét a Verdának. És még 8 kilométert kéne menni, kb. 2 perc alatt. Ugye, amikor lett ilyen autópályás dolog az egész. Gyerünk! Az idióta is ilyenkor hív. Na, még csak a zsávok hiányoztak. Hát, hogy van benne 7-es fokozat, szerintem ott eléggé lassan megy. Ne, ezt jól benéztem. Jó, megvan. Csak 5 másodpercet döntöttem meg a rekordot. Jó, azok nem engem üldöznek. Na, megyünk egy átvezetőre. Amyhez a garázsba.
Basszus, 4 éves játék is milyen élethülye meg van csinálni, mint a tényleg ott állt volna az autó. És akkor, ha már itt vagyunk bent, nézzük át a járgányt. Na, ez az EMI missziónak kellene a diffúzorhoz. Tényleg ennél a szélesítés, hogy néz neki. Hű, ez milyen durva. Kár, hogy nem lehet körbenézni az autót. Hogy megemeli ennél? Nem tudom, vegyek rá body kittet. Nézzük meg ezt belefér esetleg, hogyha még se tetszene. Ú, igazán bejövős. Szerintem nagyon pepet. Jó, marad is rajta, viszont a kerekeket egy picit bentebb húzzuk. Nem tetszik, hogy annyira kint van. Jó, négy oké is. Na és akkor nézzünk motorikusan dolgokat. Aha, itt elérhető egy új. Mehet is bele. Na, ez ki is van itt fullozva. Aha, és itt is van egy cucc. Ja, nem be ennyi volt. Ja, hát az ivó. Bár ugye elsőnek kívülről. Van mondjuk kívülre rajta van minden.
Hát 300-a meg nem igen hiszem, hogy veszek valamit. ...250 lóerő alatti autó kell. Mennyi az ivó? Hát a 445. És mennyi a Subaru? Az meg 516. Na akkor ezt a Spike-osat még később. Lehet arra veszek majd valami gyengébb autót. Nem fogom most azért ezeket leizelni azért. Oh, yeah. You have much along, young grasshopper. You know, it's there, man. Visualizing. Besides, meditation is about being more present, Spike. I'm drifting off into oblivion. You got plenty of time for that behind the wheel, man, I'm sure. Yeah, I do. What's your point? You don't sit in your comfy ass. Toyota Corolla háttérben. Valami videót mutat nekem. Szaranettje. Pont Amy-nek a feladatja kell, az meg beszélnünk kell vele. Na, húzzunk! Drift. Awesome. Hát nagyon nem itt kellett lekanyarodni. És meg is van a fele.
És az elején bénáztam ráadásul. Ah, hülye barom. És meg is vagyunk. Ah, hülye. Ha mindenki nekem akar jönni. Simán beérünk. Mi a fos? Hát itt tuti nem lesz meg. Ez a barom nem észlelte ezt. Ja, az újra. Miért nem vette fel azt a checkpointot ott? Pedig abban a csapponban belementem. Ja, de nem egyszerű ilyen szék úgy szendriftelni. Itt már lehet csapatni neki.
Na, azt megadta, vagy nem? Megadta. Király. Próbáljuk meg újra ezt, amit az előbb ugye elrontottunk. De megdobott ott valami. Na és jönnek a zsaruk. És már le is ráztam őket. Kicsi a tempó. Hát az jó szar volt most ott. De se baj, a pont már megvan, amennyi kell. Most felvette. Na csapasson megint egy driftet. És itt 30 000-et kell driftelni.
Hoppá, de viszont nincsen rá sok idő. Már kevesebb, mint egy kilométer van hátra. Így lett meg. Hú, hát ez nagyon szűkös volt. De a lényeg, hogy meglett. Jöjjön most egy sprint. Na fejlődtünk, mert 20-as szintűek vagyunk. Ebben a játékban rohadt gyorsan lehet fejlődni. Travis, nem is szokott hívni Travis. Szennyezünk át, még pici pénzt gyűjtögetnünk kell.
Na és újra drift. És persze, hogy jönni kellett valakinek pont, amikor én driftelnék. Ó, ez most szép kis adag volt. Ebből is az élre repített. Szemtelen. Hát ez sima volt. És ez is drift. Most szinte mindenhol csak drift van. Semmi más. És az időre megy. Itt a checkpointon itt nincsenek is számozva. De gondolom az ember időre megy.
szépen kiütött a rákba. De hogy rak így vissza? Nyertük ezt is. Elég könnyedén. Na, úgyis a garázsba akartunk menni, akkor menjünk, úgyis van egy átvezető. Még ellopja előlem a kulcsot. Na akkor veszünk egy gyengébb kocsit. Csak hogy mit? Az jó kérdés. Legyen ez a Honda. A 250 lóerőnél nem lett több. Akkor jönni 213. Na, azt nem vettem meg bele, mert az felnyomatja. 2-5 az nem jó. Na ez akkor mind fentem viszik.
De négy trollt az kap. Mert ugye az kelleni fog. Az olyan alkatrészeket beledobálom, ami ugye nem viszi felfelé a lóerőt. Akkor már pimpeljük fel külsőleg is. És erre nincs badik itt. Na hát ilyen lámpát biztos, hogy nem fog kapni. Csalakos nem lehet. Ez mi ez a másik? Ez annak akkor mi van? Hát semmi. Bár még ettől a küszöbtől még az alap is jobb. Spoilert is lehet rádobni. Mi ami jelenleg rajtam, az még úgy elmegy ennek. És maradt a felni, ugye? Csak hogy miért kapjon, az jó kérdés. Szerintem ez nem néz ki vele rosszul. Ja, ez olyan jól néz ki vele. Ez király lett szerintem. Na, és akkor jött a leültetés. Karbon cuccot nem dobunk rá. Na és akkor még egy festés. Hát ez nagy változás. Ez jól néz ki viszont. Na, hát ezt nem akartam.
Na, ezeket a számokat szépen leszedegetjük. Na, így van, oké. Na, és akkor jöttünk erre a versenyre. Mert ugye ezért kellett ez az autó. Azt képest nem is megy el rosszul. Viszont kanyarodni nem nagyon szeret. Király megvan. Na, legközelebb innen fogjuk majd folytatni. Remélem élvezhető volt ez a rész. Kövessetek be Twitch-en, hogyha tetszett. Sziasztok!